Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke azzal a szándékkal kereste fel a Vajdasági Magyar Szövetséget a párt szabadkai székházában, hogy együttműködést kezdeményezzen a magyar parasport mozgalom és a fogyatékkal élő vajdasági magyarok között. Az elvi megegyezés szerint a bizottság és a Magyar Nemzeti Tanács olyan alkalmakat hoznak létre, amelyeken megismertetik a fogyatékkal élőket a sportolási lehetőségekkel. A Magyar Paralimpiai Bizottság olyan, döntően azt hiszem inkább fiatal fogyatékosoknak fog kínálni ösztöndíj lehetőségeket arra, hogy Magyarországra jöve kipróbálják a sportolási lehetőségeket, és hogyha ottani edzők, sportszakemberek őket tehetségesnek, talentumosnak találják, akkor megteremtsük annak a lehetőségét, hogy itt a Vajdaságban ők sporttevékenységet folytassanak. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke úgy fogalmazott, a sport a nemzetpolitikai jó eszköze, és nyitott kell, hogy legyen mindenki számára. Abban maradtunk, hogy a Paralimpiai Bizottság és a Magyar Nemzeti Tanács megkötne egy együttműködési megállapodást, azért nem a Vajdasági Magyar Szövetség, mert a sport jobb, hogyha nem párt színezetű, ugyanakkor nemzetpolitikai célokat kell szolgálnia, és a Magyar Nemzeti Tanács segítene abban, hogy az érintettekhez ez a lehetőség eljusson az ősz folyamán, azt követően, hogy hamarosan aláírásra kerül ez az együttműködési megállapodás, szerveznénk egy rendezvényt, ahol jelen lehetnének az érdekeltek, bemutatásra kerülnének a lehetőségek. Az együttműködési megállapodás megkötése után az első lépés az érdeklődés felmérése lesz. A felek feltett szándéka, hogy a fogyatékkal élő vajdasági magyarokat is összefogják és szervezzék.